A paksi teniszpályánál gyülekeztek a tavaszkupa, illetve a három megyei diákolimpia tájfutói. Paksról 20, Szekszárdról 10 neveztek a paksi versenyre. Pécsről érkeztek a legtöbben, de jöttek tájfutók Kaposvárról, Zala és Bács-Kiskun megyéből is, hiszen ebben a pandémiás időszakban már számos nagy verseny elmaradt. Ezt azért rendeztük itt, mert az országos diákolimpia szintén alföldi terepen lesz, és ez jobban hasonlít ez a terep, ugye a földi terephez, mint a mecseki vagy a somogyi terepek. 90 gyermek indult, és megközelítően egy 60 felnőtt. A gyerekeknek rendesen diákolimpiai kategória besorolásuk volt, a felnőtteknek pedig színkódos pályák álltak rendelkezésre. Ők 4 pálya közül választhattak, ezeknek a hossza a 3 kilométertől a 8 kilométerig terjedt, míg a gyerekeknél a 2 kilométertől a 6,5 kilométerig voltak a pályák. A pályák hosszát itt ezek alapján rövidített hosszú távnak nevezzük, ugyanis a normál táv helyett most már hosszú táv van idéntől. Jellemzően ligetes, nyílt és jól futható erdőkkel tagolt területeken volt a verseny. Az első 5 helyezett jut be kategóriánként az országos diákolimpiára, és ez május 19, ha jól emlékszem, akkor lesz majd Hódmezővásárhelyen. Baumholzer Máté, 18 éve tájfutó. Korosztályosként hazai versenyeken szinte mindent megnyert, amit lehetett, és nemzetközi porondon is szép eredményeket ért el. 10 éve a felnőtt válogatott tagja. A július közepén megrendezésre kerülő csehországi világbajnokságra való felkészülést szolgálta számára a paksi verseny. Országos versenyt még nem rendeztek ez idáig, de jövő héttől azért beindulnak, talán beindul a szezon. Főleg azért jöttem ide, hogy mivel van egy kitűzött pálya, és nem is rossz terep, illetve már régen jártam itt, ezért mindenképp el akartam jönni. Edzésnek nagyszerű volt szerintem. Kicsit könnyű volt, voltak ösvény kanyarban, vagy ösvényekhez közel ellenőrző pontok, de voltak egészen ezek is, úgyhogy lehetett élvezni is a nehézségét a pályáknak. Az idei célom tulajdonképpen a felkészülésben idén is a tájfutó világbajnokság, amit Csehországban fognak rendezni, de nagyon nem ilyesmi a terep arra felé. Igyekszem egész gyakran erdőben tájfutni, az nélkülözhetetlen. Szerencsére a mecsek megadja azt, ami egy kicsit hasonlít a cseh terepekre, tehát a meredekségét mindenképpen. Igen, rengeteg emelkedőt kell majd futnunk, ugyanis egy homokkősziklás terepen lesz a világbajnokság. Egyébként főleg mennyiségi felkészülés zajlott idáig számomra. Majd hamarosan beindulnak a versenyek, és már voltunk is edzőtáborban Csehországban húsvétkor. Felnőtt korcsoportokban már, illetve a felnőtt mezőnyben már elég nehéz magyarként és nem főállású sportolóként jó eredményt elérni. A legjobb egyéni eredményem az 38. hely világbajnokságon. Máté a legnehezebb pályát választotta a tavasz kupán, válogatott a sportolóhoz méltón, meg is nyerte a paksi versenyt.